Y-elágazás, ez a címe a Tanya Színház idei előadásának, amit mintegy 200 óbecsei nézett meg tegnap este Óbecsén a harmadik helyi közösség sportpályáján. A darab rendezője Puskás Zoltán, a szerzője pedig Lénárd Róbert, akik a 21. század fiataljainak világképét és életfilozófiáját állították színpadra. A Tanya Színház a 20. század végén alakult meg, az akadémián tanító Hernyák György és Kovács Frigyes alapították, azzal a céllal, hogy a kőszínházi darabokat eljuttassák a falvakba és a kisebb településekre is, azokhoz az emberekhez, akik nem tudnak színház közelbe jutni. Szamár húzta, ekós szekéren mentek és bejárták a falvakat. Akkoriban ez még csak kísérleti jellegű volt. Ma már ez megváltozott. Előre haladtak a technológiával, és traktorral járják a településeket, mondta Tóth Dániel, az Újvidéki Színművészeti Akadémia másodéves hallgatója, az Y-elágazás egyik szereplője. A rendező Puskás Zoltán akart foglalkozni ezzel a témával, az Y-generáció válságáról, azaz, hogy mennyire elhatárolódott a régi generációktól, és ez a szakadék, ez a betöltetlen űr, hogy ez mennyire szembeállítja a két generációt, azaz a régebbit az újjal. És ennek az ő kérésére Lénárd Róbert írta meg a szövegkönyvet, és végül egy valóságshowról szóló darab született, ahol a régi generáció, a régi világ áll szembe az újjal. A mai előadás üzenete egy kicsit komplikáltabb, ugyanis nem egyetlen egy valamit fogalmaz meg, hanem a mai generációnak a válságát, a negatív oldalait, de persze mellette a pozitívakat is fel tudja mutatni. A vajdasági valóságshownak 14 szereplője van, 10 a Színi Akadémia hallgatói és 4 amatőr színész, akik különféle versenyeken díjat nyertek és ezzel érdemelték ki, hogy részt vehetnek az előadásban. Az Óbecsei Magyar Zsófia is szerepel a Tanya Színház előadásában. Elmondása szerint már 4 évesen színházba járt, és már akkor foglalkoztatta a gondolat, hogy színészi pályára szeretne lépni. Az óbecsei közönség előtt egészen más játszani, mondta Zsófia, mert rengeteg az ismerős, és bár ezt nem először teszi, mivel tavaly is szerepelt a Tanya Színház előadásában, mégis mindig sokkal magasabb az adrenalin szint a hazai közönség előtt. Az Y-elágazásban a fiatal lány Szöszi szerepét játsza, aki több egyetemmel rendelkezik, mégse tud érvényesülni az életben. Ezt próbálja elérni a vajdasági valóságshowban. Karaktere azt üzeni a nézőknek, tette hozzá Zsófia, hogy soha ne adják fel, és mindig merjenek önmaguk lenni. 4 éves korom óta szeretnék ezzel foglalkozni, akkor kezdtem el színházba járni, komolyabb előadásokat nézni, és már akkor megszületett bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne egyszer ezzel foglalkozni, de ez megmaradt csak ilyen háttér álomnak, mert közben jöttek ugye persze más szakmák is, amik elkezdtek érdekelni, de ez még mindig ott volt magamban, hogy igazából ezzel szeretnék valóban foglalkozni, és aztán amikor középiskolás lettem, akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni ezzel, hogy fejlesszem magamat, mert itt Becsén nem volt nagyon sok lehetőség erre, nem voltak drámacsoportok, ezért elkezdtem versenyekre járni, táborokba, és így lassan-lassan megismertettem magam, megismertem. Az Y-elágazás kicsit több mint 3 hét alatt készült el. Tóth Dániel szerint jutalom és élmény játszani ebben a fiatalokat érintő előadásban. Mondhatni, ez a darab legjobban azokat érinti, akik megértik a mai világot, ugyanis nagyon sok szó van a technológiáról benne. Szerintem az idősek is megértik, mert látják az unokáikat minden nap, hogy az interneten töltik az egész napukat, vagy a telefon folyamatosan a kezükben lóg, ezért valamennyire ők is megértik, de nem annyira, mint a fiatalok. És a visszhang is körülbelül ilyen, hogy a fiatalok jobban át tudják élni ezt, mint az öregebbek. A Tanya Színház ekószekere az Y-elágazással, a vajdasági valóságshowval, egy nemzedék szinopszisával Óbecse után halad tovább, bejárva a vajdaság 25 települését, mintegy 800 kilométeren.